értetek az olimpiáról, hogy tetszett ez a fogadás itt? Hát nagyon jó volt, nem gondoltam, hogy ennyien ki fognak jönni. Nagyon jó, hogy a fiúk most egy aranyérmet nyertek, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert tényleg nagyon szépen versenyeztek, és azért is jó, mert így legalább a sportunk is jobban el fog terjedni, hiszen az első olimpiai arany a téli olimpián. A legelső helyen végeztél a nők rangsorában, hogy magyar sportoló az olimpián, ez mennyire tetszik, vagy mennyire ízlelgetted már? Hát ugye nem azért mentem, hogy én legyek a legjobb magyar női sportoló, hanem azért mentem ki, hogy mindenki az a magamból, és ugye ez most erre volt elég. Jön a junior világbajnokság, jön a világbajnokság, sokat nem pihentek, viszont most már lehet azt mondani, hogy köteleznek az eredmények. Lehet, hogy kötelezi az embereket az eredményeim, hogy hozzak. Én magamról nem ezt amíg gondolom, hiszen a jég az ugye csúszik, és bármi megtörténhet, tehát az is, hogy jól sikerül a versenyem, de az is lehet, hogy jelesek. Egyetlen egy kérdés a végére, Szeged folyamatosan szurkolt nektek, ott volt mögöttetek, mellettetek, mennyire jutott el ezt hozzátok fél órában? Hát már ugye előtte is, mielőtt kimentünk volna az olimpiára, volt a sajtótájékoztató, aminél láttam, hogy Szeged mennyire támogat minket, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Viszont azért mégiscsak az a város, ahol elkezdtem először kocsijázni, és tényleg ők kezdtek el támogatni a kezdetektől kezdve, már csak úgyis, hogy jégidőt adtak nekünk.